Meghatározható a magyarság fehérekre és cigányokra? Osztva. Nem, ezért használok fehéreket és nem magyarokat. Mert ezzel a kijelentéssel... A cigányok nem magyarok? Ne, hát éppen ezért használom azt a kifejezést, hogy fehérek, és nem azt, hogy magyarok és cigányok, mert hogyha ezt a felosztást használnám, akkor... Meghatározható a magyarság fehérekre és cigányokra osztva? Ezt kérdeztem. Hát hogy ne lenne? Hát miért? Nincsenek cigány származású magyarok? És nincsenek nem cigány származású magyarok? Hogy ne lenne? Én ezt a segélyegyezési politikát megfordítanám, és azért járna a segély, ha valaki nem szül a nyomorba gyereket. És hogyha... Megtiltaná nekik, vagy hogy mondjam, nem. Azt premizálná, hogyha nem lesz több gyerekük? Nem. Tehát ne segélyezzük azt, ha valaki a nyomorba szül. De még nagyobb nyomorba küldi őket. Nem. Nem. Éppen ellenkezőleg. Én készen állok vállalni az előválasztást, amennyiben az MSZP teljesíti a feltételeket. Tehát amennyiben nem az MSZP irodán kell szavazni, vagy hát a DK irodáján kell szavazni. Tehát mindig ezeken a technikai részleteken áll vagy bukik ez a történet? Hát hogyne. Gyorsan kibújt az újságírói szerepből. Majd beszélünk a programról is. Szóval a program kommunikációjának mennyiben része az, hogy inkább többet rúg az ellenzéki veteitársakban, mint mondjuk Tarlós Istvánban? Tehát nem bírálom eléggé a Fideszt. Ez a vádpont. Hogy az ellenzékkel van konfliktusom, de a Fidesszel nincsen. Nyilván a Fidesz jelöltje vagyok. Valójában azért nem lehet leváltani a nemzeti együttműködés rendszerét, mert először is annak a háztáji ellenzékét kéne leváltani. A szavazóit is? Dehogy is. Akkor ez miért? Mit jelent, hogy a szavazóit leváltani? Miért? Hogy kell leváltani a szavazókat? Nem érdekel, hogy ki fizeti, nem érdekel, hogy nem rugok bele mindenkibe. Akkor ezek így szokott udvarolni, vagy ez hogy működik? Nem udvarolok. Az volt a kérdés, hogy miért minősíti néniknek, bácsiknak, meg butáknak az MSZP és a DK szavazóit, és egyébként a kampányban miért visz előre az, hogy bajszos emberi ürüléknek nevezi a köztársasági elnököt a CEUS tüntetésen? Ez politikai teljesítmény? Nem tudom, nem nagyon értem a kérdését. Erről van szó, a 20. század traumái megnyomorították őket, és ők most is azzal állnak az kapcsolatban. Az ő szavazataikra nem számít? Arról beszélünk, hogy az embereknek építjük a várost, és nem az autóknak. Arról van szó, hogy emberi lépték... És emberek használják. Az elmúlt 8 évben sem sikerült megrendezni az előválasztást. De ha most sikerül... Hát mondjuk induljunk ki abból, hogy előbb-utóbb minden sikerül, csak nagyon kell akarni. Ezt most úgy tűnik, hogy vannak, igen, akik igen, akarják. Igen, csak úgy tűnik, hogy nem akarják. Ezért nem sikerül. Ez egy másik kérdés. Miért kéne nekem meggyőznöm a szavazókat? A szavazók... Főpolgármester. Köszönöm. Most azért jött ide, hogy a közmédiát feszegessük, vagy a főpolgármesteri programjáról szeretne beszélni? Örülök, hogy ezt megkérdezte, ugyanis van egy nagyon konkrét válaszom önnek. Boldog karácsonyt. Szabad világban akarok élni, nem kokainista, szociopaták által konstruált kafkai új feudalizmusban. Ez mit jelent? Darabonként értem, csak együtt nem. Ez Magyarországot jelenti. Ön is kijelentett egy videóban nemrégiben, hogy nem politikai realitás az, hogy önből főpolgármester van. Akkor nem, nem ezt mondtam. Fölmerül a kérdés, hogy minek? Mit minek? Mi baja van ennek az autókkal? Nekem az autókkal a világon semmi bajom nincs. Miért akarja kitiltani őket a belvárosból? A 21. századi város az emberi léptékű, zöld, összefüggően besétálható, és nem autókra, hanem emberekre optimalizált. Egy emberi léptékű Budapestet kínálok fel a budapestiek. Miért akarja kitiltani az autókat onnan? Tehát mit zavarnak ebben az autók? Ön szerint Budapesten a levegő az belégzésre alkalmas, ön szerint abszolút. Én például én gyakran veszek levegőt benne a belvárosban. Uh-huh. Értem. Jó, tehát akkor az alkoholt is kitiltaná a belvárosból? Az is egészségtelen, sőt a dohányzás is egészségtelen. Arra gondolok, hogy ön nincs még egy évvel ezelőtt egy Jobbik fáklyás felvonuláson beszélt a Hősök terén. Uh-huh. Holnap az LMP uh-huh. nagygyűlésén fog beszélni. Uh-huh. Igen. Tehát és ön a Olimpia egy dolgot tudott, egy kiváló kezdeményezést megfúrtak. Nem tart attól, hogy azt tudják majd elintézni, hogy önből se legyen főpolgármester?